Szép jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, Tóth Tamás vagyok. Szél Gábor kedves nézőnk felvételével kezdenénk a mai időjárás jelentést, mert hogy megtörtént a téli napforduló, tehát túl vagyunk a mélyponton, legalábbis az éjszakák hosszát tekintve. Így festett napforduló után Pilisszántóról, pontosabban a Sziklatemplom közeléből a napnyugta közeli állapot. És az is nagyon szépen látszott, hogy a völgyeket bizony még párásság, illetve köd ülte meg. Aztán hirtelen gyorsan változott az égkép, mert hogy felgyorsultak a folyamatok a Kárpát-medence légterében. Rátonyi József Ráckevéről küldött tegnapi felvételét is bemutatnám önöknek. Ilyen gomolyos szerkezetű felhőzet vált uralkodóvá ott Ráckeve égboltján. Nagyon szépen köszönjük meteorfotókukac.mtva.hu, ne feledjék e-mail címünket, továbbra is várjuk az önök fényképfelvételeit, és mostanra ismét átalakult az égkép, például itt a főváros környékén is, mert hogy bezárodott teljes egészében a felhőzet, és bizony elerett az eső az ország több pontján, és ez a csapadékrendszer majd délkelet felé mozdul majd tovább a mai nap során. Úgyhogy ott, ahol még nem esik a Kárpát-medence délkeleti területein, ott is lehet számítani, tehát további esőre. Majd ahogy megyünk előre az időben, úgy északnyugat felől megkezdődik a felhőzet határozott csökkenés. Egyébként a Kárpát-medence délnyugati részein lesznek olyan helyek, ahol egyáltalán nem lesz csapadék, miközben másút akár a 10 mm is meghaladhatja majd az eső mennyisége. Különösen délutántól nagy területen feltámad az északnyugatira forduló szél, mert hogy egy hidegfront is átrobog, éppen emiatt egyre több helyen majd a keleti északkeleti vidékeken hópelyhek is vegyülhetnek a csapadékba, sőt még hózáporok is előfordulhatnak késő délután, kora este. Aztán átmenetileg nagy területen szakadozik a felhőzet, karácsony első napjának délutánján újbóli felhősödés várható, az északi területeken lehet inkább hószállingózás, gyenge átmeneti havazás, majd ismét szárazabb levegő érkezik, és láthatják azért napközben jellemzően 5 fok közelében alakul a következő napokban a hőmérséklet, tehát ami hó hull majd esetleg az északi területeken, az síkvidéken egészen biztosan elolvad majd. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!